Egy iszonyú jesztő mondat. És, és Tahamvas itt pedig válaszol, hogy de azon kell dolgoznunk, hogy meg tudjunk, hogy ki vagyunk, kik vagyunk. De szerencsére ez nem azt jelenti, hogy valami befelé figyelést és valami narcisztikus folyamatos önmarcangolást, hanem utána járni a dolgoknak. sok éve ismerjük egymást, és olyan sok ilyen első mondatom lehetne, hogy ha Rudolf Péter, akkor az milyen vers, vagy mondjuk mi az, amit elsőnek el tudok képzelni, ez számodra egy nagyon-nagyon fontos lírai megérkezés vagy találkozás, de átadom a szót. Annyira korán kezdtem a verseket mondani, amikor én még nem nagyon tudtam, hogy ki vagyok, de mivel magyar történelemszakos tanárok a szüleim, ezért azokban a kötelező körökben, amiket a narcisztikusságom és maga a rendszer, a szocializmus, mint kis úttörőtől elvárt, és azért narcisztikusan, tehát hogy én szerettem szerepelni, tehát én előbb-utóbb ott álltam az óvodában, tehát van olyan kép, hogy az óvodában állok egy mikrofonnál, és verset mondok. És téged és jóvá de, nem hát. nagyon kellett bíztatni, nem. tehát volt egy, volt egy belső késztetésem is, az, hogy szeretek, szeretek egy, egy társalgásban részt venni, és máig azt gondolom, hogy az emberi lét egyik legfontosabb része, bár tudok egyedül lenni, a magánynak is nagyon komoly előnyei vannak. De beszélni, beszélni, kibeszélni és megbeszélni dolgokat, ezekben én úgy mind mindig is hittem, és ez nyilván ez, ez, genetika, tehát ez már az óviban így volt. De az első vers, amire emlékszem, édesanyám még azért finoman valószínűleg lögdöstek, hogy én olyan irányban menjek el keresgélni ezekre a szavaró versenyekre, mert itt, nem utaltam a rendszerre, hogy nyilván volt olyan november 7-e, Uh -huh. A nagy októberi szocialista forradalom ünneplése, ugye, november 7-én, április 4-én felszabadulási nap. Tehát az én korosztályom tudja, hogy ezek a Lenin szobor fönn itt ott, amott, és ezek a versenyek, ezek, ezek ennek jegyében is zajlottak, de én nem ilyen verseket mondtam, ha kötelező kör volt, akkor elmondtam. Az első, amire emlékszem, az egy József Attila vers, amit a váci szavalóversenyen mondtam, hogy tulajdonképpen egy mese. Tehát édesanyámék ilyen értelemben, Indiában a vadak, uh, Indiában a vadak, zöld szemet át a sűrűben, még eszembe is jutott uh, 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 belőle pár sor, egy. Uh, szóval, szóval én, 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 akkor nem a késői mondtam, mellettem álltak tíz éves kislányok, és mondták a késői síratót, tehát lehetetlen. Én elmondtam egy József Attila mesét, ha Első költőt kell mondani, aki hatott rám akkor, az, és így is maradtam ezzel a helyzettel. Nyilván sok mást is szeretek, de az József Attila. Behoztad a gyerekkort, meg ezt a szereplést. Ez egy olyan érdekes dolog, hogy, hogy én most teljesen outsiderként azt gondolom, hogy igen, kell egyfajta szereplés vágy, és erre kíváncsi is vagyok, hogy ez hogy alakult az életedben. Na, az a megmutatni vágyás. De közben én azt gondolom, hogy ebben rengeteg vívódás is van, megérkezni oda, hogy már azért vagyok ott, nem önmagamért, hanem hogy rajtam keresztül átmenjen valami, és ez a valami, ez nyilván maga a művészet, mert nagyon sokszor a szöveg, amit mi olvasóként olvasunk, de neked az életed főszereplője, hogy te tényleg szövegekkel foglalkozod, és azokat a szövegeket engeded át önmagadon. Szóval ez egy ilyen könnyű folyamat, nehéz folyamat volt az életedben, egyértelmű választás. Nyilván ennek van egy genetikája, az, hogy az ember hogy fut neki a világnak, hogy milyen, hogyan hordozza az elődei szorongását és ez közben részévé válik az életének, és ezekből a szorongásokból születik egyébként minden. Tehát nyilván uh -huh. József Attila, egy boldog József Attila nem írt volna meg ezeket a verseket, hogy ő maga mondja, hogy pokorra kell, meg Duda, és ezek a, Igen. Ezek a hasonlatok. Nyilván, nyilván ez egy öngyógyító folyamat. Nem csak az, ha igazán tehetséges az ember, akkor nem csak magának öngyógyító folyamat, hanem annak, akinek ezzel valamiféle katarzist okoz, bármilyen művészeti ágról beszéljünk. Tehát nyilván ez egy, egy, ez a fájdalom, a, a kiüvöltése, a megfogalmazása valaminek, az mindannyiunkban benne van. Ha az embert József Attilának hívják, akkor ez szonett formát is tud ölteni, meg, meg meg egyszer csak csodálatos rímeket szül, mi meg eljutunk. Hát én rengeteget írtam. Tehát e, e, a pont azon a határon voltak, hogy Markus István írta, hogy hogy egyszer már elmeséltem, de most újra elmondom azt, hogy az emberek indulatai vannak az élettel kapcsolatban, sajnos nem garantálja a versek esztétikai minőségét. Tehát mint minden, minden némileg érzékeny kamasz, írogattam ezeket a verseket. Úgy mondjál, hogy, hogy most elő fogsz menteni ebből a csodálatos zakóból egy verset, mert valóban volt egy irodalmi estünk egy jó pár hónap Igen, pár előtt, lesz, ahol övön már övön. belengedted ezeket a verseket. Meg, Novellán meg is jelent, de ott már egy ponton túl nehéz volt eldönteni, hogy most nyilván álnében kéne írni, hogy ne játszon a megjelentetés tényébe az, hogy egyéb módon egyébként ismerős a Ismerőse nemem. De a, a szövegekhez való viszony, a szorongáshoz való viszony, a genetika, azért szóval én nagyapám mégis csak egy, egy színházi ember volt színész és rendező volt, hogy édesapám művázigazgató volt, és én ott sepertélhettem egy meg van, 27 évesen Vácon, szerintem zseniálisan csináltam. Tényleg az, hogy ott egy komoly, komoly, élet volt, ahol én ezekbe belebonyolódhattam. Nagyon szegények voltunk, ebből semmit nem érzékeltem. Itt tulajdonképpen az első konkrét regénycím, ami a fejemben van a gyerekkoromból, a Szabó Magda alvók futása, és egy nagyon speciális irodalomhoz egyáltalán nem köthető oka van, hogy az én egyébként csodás, egyáltalán nem makarankói alkatú szüleim, más viselkedtek, mint az előző években, meg még utána pár évtizedig tudni, kaptam egy frászt. Oh. Akkor költöztünk Vácra egy lakótelepben, egy nagyon, nagyon pici lakásban, nem volt semmi bútor, de könyv rengeteg volt. Uh -huh. És egyszer tehát frászt kaptam, messzes gödrök körül ugráltam, tehát az aggodalom szülte nyilván, hogy nem láttak már egy ide, és rémképeik, rémképeik azok nyilván, hogy minden szülőnél azok már felrajzolódtak a lélekbe, meg a falra, és nem volt, nem volt semmi, könyvek viszont így egy ilyen egy köbméternyi könyv, le lettem És hogy térdeltem, egy órán teljesen szokatlan volt ez tőlük, egy olyan az a szemem magasságában szabó Magda az futása. ez a regény volt. És... És ezért én nagyon szégyenem, én aztán ezt nem olvastam ezt a regjét, Mert ebből az lenne a logikus. És akkor kezembe vettem, és én elkezdtem olvasni, ez Freud maga, én azt a könyvet azt nem olvastam el. Van valami de itt van, látod? Lehet, Igen, hogy a ez egyébként van, van valami misztikus abban, nekedelni. akkor tulajdonképpen vala, nem tudom, valami jeles születésnapomon el fogom Jó, olvasni. Ezt most az nem csak én, de az összes hallgatónk is tudja, szóval, hogyha színházban színházban csak egy ilyen hatalmas csomagot fogsz kapni. De egy csodálatos író, tehát egy csak ez nem az irodalomhoz van köze, hanem a pszichológiához ennek a történetnek nyilván. És nem is így zajlott az életem. Én folyamatosan mondtam ezeket a verseket, elkezdtem olvasni az így írtok tit, ami nekem a Bibliám lett. Tehát egészen indirekt, tehát a Karinti felhívta így a figyelmemet olyan szerzőkre, akiket lehet, hogy nem olvastam volna. Szinte egyszerre ismertem meg a magyar költészetet Karinti humorán keresztül és kezdtem el nyilván Kosztolányit, Adit olvasni, amik, amik, egyébként egyszer csak a keresgélés részévé váltak, mert rendszeresen indultam ezeken a szavaló versenyeken. Én mindig úgy érzem, hogy Karenti közben egy -e nagyon nagy tanító, és hogy tényleg egy olyan sokarcu szerző, aki aki úgy tudott egy következő generációt megszólítani, hogy abban felelősség van, meg nagyon nagy tudás, de közben tényleg röhög az egész osztály. És Ugyan, olyan dolgokat csíp el, amit ami, 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 tulajdonképpen ő, az örkény és a rejtő gyakorlatilag már mindent leírtak, ami humor forrás lehet, és ezzel ember meg megpróbál valahogy oldalvizen még csatlakozni hozzájuk, hogy az öniróniával valahogy túléljen, hiszen ők is ezt tették. Rejt, rejtő a másik. Akit, rengeteget felolvastam. Az nagyon érdekes, ha már szövegről beszélünk. Hogy mekkora a különbség, amikor az ember olvas, és itt belül vannak nyilván képek, és belül hallod is nyilván a dialógusokat, és mekkora a különbség, amikor felolvasol. Én rengeteg hangos könyvet olvastam, szerencsém volt, hogy sok, sok, rejtőt is olvashattam, amellett, hogy ha majd kortásokhoz érünk, mondjuk Erlend ló, nem, tudom, hogy kell egy nagyon nagy hatással volt rám, és az is egy sztori, hogy miért és hogyan is vettem meg. De hogy, hogy, akkor egyszer csak másmilyenné válik, tehát csak érzem, hogy itt a rejtő nagyon laza volt, nem tudom, újra olvasta el vagy ezt a részt, hogy egyszer csak furamód bizonyos típusú pszichológiai hibák a felszínek nekem teljesen mellékesek, amikor olvasom, mert uh, rohansz előre, vagy én nem tudtam megfejteni őket, félrejtések elkörülése, mert ezt a zsenit be egy másodpercig is megkérdezem, de tudjuk jól, hogy ő is úgy volt filozófus, hogy közben ponyvaregényekkel fizetett gyakorlatilag a kávéházban. Egy olyan mázni volt, hogy én a Zsüti film kapcsán a Zsütivel beszélgethettem Énnek. be. Kinyitotta az ajtót, nem engedett be sok mindenkit, de mivel róla készült a film a Hamadó cigaretta vég, Bacsió Péterrel és Eszterrel és akkor minket fogadott, és így van némi irodalmi történeti eh, hozzáadott értéke ennek a mostani beszélgetésünknek, meg, mert tudom, mindig a zsüti, amikor pókereztek, a, a kávézóban kártyáztak, akkor a, a rejtő, ha vesztése állt, mindig a zsütivel vitetett át valami tárgyat, a zaciba, hogy tudta, hogy el fog mondani egy nem létező történetet, a zacic is tudta, hogy ebből egy szó nem igaz, hogy ezen a hegedű nem az játszott, akit ő mond, de ezért egy pici plusz pénzt kapott, és ezt a kettőt elfelezték a rejtőnek, és picit több maradt, és a is. Parintinak <laughs> már ugye nagy betegem van egy, egy közös kép, azt hiszem, az egyik utolsó képem állnak egymás mellett rejtővel, és tényleg annyira nagy időszaka volt ez a magyar irodalomnak, és olyan jó, hogy mi ebből azóta táplálkozunk, és így hallgatlak szerzőkre, és azon gondolkozom, hogy van olyan, hogy akár még egy, akár ebből a fiatal időszakodból, amikor úgy kialakul az ember, vagy tényleg mi szeretne lenni, hogy te kapsz valakit egy szöveget, átvitt értelemben, üzenetben, tehát hogy valami, ami, ami, neked egy fontos momentum. Hát, hogyha a kamaszkoromra gondolok, akkor, akkor az indián regényektől kaptam valami nagyon furcsát. Tehát uh -huh. a férfi kép, hogy az ember hogyan, hogyan áll helyt, az, 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 azon kívül, hogy az apám egy csodálatos uh, fickó, aki nem hiszi el nekem, hogy ő miközben egy bölcsész külcsín, klasszikus bölcsész külcsín, valójában nekem az egyik legnagyobb macsó, mert úgy végigélte az életét, az, az közben nekem igen, maga a férfiasság, közben ő magát könyvmonnak látja. Uh -huh. Az indián regényektől kaptam valamit, máig az emberiség egyik legnagyobb bűnének tartom, hogy a, a fölemelt kereszt nevében egy ilyen kerek, <laughs> harmonikusnak tűnő világot szétziláttak. És Hegedűs Géza, ha így kell mondani, Hegedűs Géza bácsi, egyébként a egy egy könyvtárban járás, az, az Igen, egy csodálatos a dolog megvan. volt Vácon. Hogy tudom, hogy hogyan mentem Vácon, baktattam, és hogy izgultam, hogy mik lesznek bent. Természetesen azt hittem, hogy Verne Gyula magyar, mert ugye nem zsűlvernének volt Verne Gyula. Vernéket olvastam. Tehát az egész világhoz való viszonyomat a könyvtárba járás és ezek a szövegek önmagukban meghatározták. Egy, elképesztő világ volt. a könyvtár maga, mint szó az illata, hogy leülök, hogy kicsit csendbe kell lenni, vagy hogy bent van-e a 15 éves kapitány és visszatérően olvastam. A háborús békét kellett volna tízszer olvastam, de megmondom őszintén, a Winnetut olvastam ilyen sokszor. És Hegezűs Géza bácsi, Megkondulnak a harangok című regénye, ami a Hunyadiak igen. Szólt. tehát az egész romantikus világ, amit ő fölrak, ami ott a történelem, de erről is rugaszkodik tőle, tehát hogyha az ifjúságomat, ez véletlenszerűen is meghatároztam, mert hunnyadiakat, húztam ki az érettségén, tíz percig beszéltem, és szinte előhetetlen voltam, majd kiúztam a jogon is a hunyadiakat, és utána Géza bácsi pedig, mintha nem a jogra mentem, hanem a színművészi vers verstant és drámatörténetet tanított nekem. Az ifjúságomban ez volt a, a, a szöveg, hogy ami szöveg meghatározóan belém nyilván sok mindent tudnék mondani, ami színházhoz kötődik, mert egy darabig az ember olvas, eljut a klasszikusokhoz. Ha fölveszik a színművészetére egyszer csak, elég cérilányossá válik, hogy, hogy akkor drámatörténetet tanul, drámákat olvas, oda Tehát az első Tennessee Williams kötet volt, ami anyaiknak meg volt, ezt végigolvastam, tehát nyilván az, hogy aztán csak rendeztem egy Tennessee Williams-et, az, az, is egy, 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 út, egy elem. De így 61 néhány évesen azt hiszem a Karnevál adott rám a legjobban. Hambas Béla. Az is, ami történt vele, ahogy megfogalmazza a mindennapok történéseit, magával és a világgal való viszonyát. Ez az egész kere, folyamatos keresés, amiben közben rengeteg humor van. Rengeteg humor van. Mindenki azt hiszi, hogy Hamas egy, egy filozófiai éteni magasságokban elitista módon fogalmaz, vagy sokan hiszik ezt, nem mindenki putaságért mondani, de, de tapasztaltam is közben, én ki is próbáltam egy elég speciális helyzetben, hogy igazam van -e, hogy működik a humana. Gyöngyösre egy, egy lehívott valaki nagyon helyes ötlettel, hogy a sétáló utcában könyvesboltot nyit, és hogy olvassak fel valamit a az bolt előtt a sétáló utcában, és hogy azzal fizetne, amennyi könyvet elbírok. Annyit ezt elvihetek. Ez annyira helyes ötlet volt, nyilván elkezdtem gyúrni, de... És te választottad? Én ilyen, választottam. És, és, kipróbáltam, hogy egy 10 perc hamas egyébként szemerkét az estő működik-e egy sétáló utcában, ahol az ember, hát vagy megállítod valamivel, vagy nem természetesen. Tehát benne volt a paklim, hogy egyedül állok tényleg egy szemerkő esőben, egy ernyővel, és olvasom föl a könyv megnyitón, a könyvesbolt nyitón. Ezzel szemben Kiderült, hogy ez men mennyi a színház, uh -huh. nyilván már nehezen tudok másképp felolvasni valamit, mint hogy valahogy nem egyszerűen intelligensen, hanem valahogy színházszerűen, monológszerűen helyzetbe rakva a szövegeket. És gyűltek, gyűltek az emberek, és röhögtek azokon a nagyon is filozófikus alapkérdéseken, amikre nagyon speciális válaszokat ad a. És ott van egy mondat, hogy az embernek, egy bizonyos jelenetnek ez a vége, hogy az embernek valószínűleg az a dolga egy életen át, hogy megkeresse, hogy ő kicsoda. És mivel előtte volt már egy mondatom Balzaktól, azt hiszem, hogy az elveszett illúziókban olvastam ha egy, tehát ha egy mondatot kell mondani, és most a, a hangvas, és ezt össze tudom kötni, tehát így hadd legyen kettő, okay. hogy a dolgunk meg tudni ki vagyunk, azok pedig azt mondja, hogy mindannyian ismeretlenül halunk meg. Ez iszonyú ijesztő mondat, és itt a Hanvas pedig válaszol, hogy de azon kell dolgoznunk, hogy meg tudjunk, hogy ki vagyunk, kik vagyunk. De szerencsére ez nem azt jelenti, hogy valami befelé figyelést és valami narcisztikus folyamatos önmarcangolást, hanem utána járni a dolgoknak. Tehát ez a mondat, ez így félrevezető, ha csak ezt így a szöveg környezetéből kiragadom, ez valójában az egész karnevált, ugye az útjára indít egy embert és megpróbálja megérteni, akkor tudja megint, hogy ő kicsoda, akkor találja meg nyilván a maga harmóniáját, hogyha a világ harmóniáját megtalálja. De tényleg egy nagyon nagy tanító volt. Most így, ahogy hallgatlak az elmúlt percekben, annyira, már sokszor érzem, hogy sokkal közös bennünk, de nekem is volt a hunyadiak az életemben, velük nyertem a történelmi versenyt, budapesti Nem történelmi versenyt, de az egyik első komoly olvasmányom, az nekem is úgy volt, hogy sarokba voltam állítva, és sem nem szemmagasságban volt, hogy az... Ez így kezd hogy itt ülünk, és itt a Igen, nekem egyébként nem szabad magda hanem Sarosi Mihály, a kaporszakáló nádvágó. Nem olvastam sose végig azt a könyvet, mert annyira... Jó, most extra megnyugodtam, mert most elmondod, de... hogy és te viszont végig nem, nem. És, és, senki nem fog érni, hogy ezt a karnevált, amit most te hoztál el, nem innen vettem most ki, bár a színe egy nagyon picit más látszik, hogy az más, az az jobban megsárgult de én nagyon sokszor érzem azt, hogy nagyon fontos a humor a hanvasnak, de talán keveset olvassuk. Tehát ő is egy olyan szerzőknek ismerik, ismerjük a nevét, tudjuk a kapcsolódásait a 20. században, rengeteg munkájában ez a filozófiai elmerülés van, de hogy talán félünk tőle egy kicsit. El kell fogadnia az embernek, hogy bizonyos <kül> dolgokat nem ért. És ettől nem félre kell tolni a könyvet, hanem vagy pótolnia, hiátus, ami nem feltétlenül lehet, mert utolérni hambast, azt most már nem fogom, az nyilvánvaló, de törekedni lehet rá. Vagy hagyni, hogy akkor ott, igen, ott marad egy lik, és ettől nem kell begörcsölni. Valószínűleg ez egy fontos eleme, hogy az ember hambast olvasson. És egyébként meg amikor olvasom, meg olvasom, mert, mert ez sokszor felmerül, akkor, akkor érdekes módon, anélkül, hogy egyébként utána néztem volna, hogy, hogy mi a vonatkozás, amikre, ami kell ahhoz, hogy értsem a mondatot, valahogy úgy mégiscsak fölsejlik. Tehát általában mi most itt szövegekről beszélgetünk, ó, bár lenne annyi időnk, hogy mondjuk a háború és békét minden tíz évben elolvassuk. Jó, Mert az nincsen. embernek más a viszonya, egészen más a viszony. Amikor a gyerekeknek olvastam fel a Fekete Istvánokat, mert róla még nem beszéltem. Aki, aki zseni, és nem, 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 így van kezdve, majd de aranyos gyerekíró. És elolvasod a könyvet, gyerekként beszippant, persze, van és, van egy viszonyod a, felhet, a gyerekekkel mindig meg az állatkertbe, akkor mindig majd a lutra miatt, azért mindig kicsit hosszabban állok a vidránál infantilusán. Közben ő egy olyan, olyan, mondjuk a Roráta címe novellája, ezek olyan igazságtalanok, valamint sznob a világ, az is sznobírja, hogy félünk, az is a snobéria egy fajtája, hogy nem merjük elolvasni úgy, hogy nem értünk valamit, és az is a sznobírja, amikor, amikor nem kerül valaki a helyére, és azt mondjuk, hogy én mondom, ilyen, ilyen, ilyen mesekönyv írónak van itt és az ember felolvassa a gyerekeknek újra a vukkot, és ez csak, Isten, hát ezt nyilván kölyökként én nem érzékeltem, hogy itt micsoda leírások vannak, hogy milyen novellái vannak, hogy elugorjak az állatregényektől, hogy, hogy ez mit jelent. Vagy a, de a Pál utcai fiúk újraolvasása, ott mindenki tudja, hogy a, az egyik legismertebb magyar könyv. Ezek csodák, Hát még nagyon sok szerző egyébként, igen, Fekete István is így van, de mondhatnám, itt valahol a polcon itt van föltéve Csukás Istvánnak a gyönyörű igen. szerelmes versét, tartom azokat, említettem Vörös Sándort, ő is olyan, aki szerintem egész életünkben elkísér minket. Tehát elkezdhetjük ezekkel a nagyon szép gyerekversekkel, de azért nem tudom, a teljesség felé, vagy a pszichénél egyetlen nem mondanám, hogy gyerekeknek szánt szöveg, tehát hogy nagyon sok szerző valahová van Éve, és aztán pedig egy életmű kibomlik. De tudod, mi izgat még engem így a beszélgetésnek a vége felé, hogy ha a te személyiségedre gondolok, akkor a te életed a színház, és a film is, és engem nagyon érdekelne az, hogy én minden esetben, amikor egy-egy beszélgetésen részt vettünk, arra lettem figyelmes, hogy olyan érdekes, hogy mennyire kép ilyen gondolkodsz, de most azt lehet, hogy nem jól mondtam így. Amikor irodalmi szöveggel találkozol, vagy akár egy verset olvasol, neked tényleg elindul valami, Kép, és ez tud független lenni, hogy ebből akár életet során lesz valami, vagy nem színpadon, vagy filmen, de hogy tényleg ez a képi világ, ez nagyon erős? Ez egy elválasztatatlan? Szerintem aki ezzel a szakmával foglalkozik, az nagyvároszínűséggel így van. Én az egész életemet történetekben értem, a saját életemben is, amikor tör... szinte veszélyes, uh -huh. hogy azonnal átformálom sztorivá, amit, amit látok, a legegyszerűbb uh -huh. történéssort begyűjtöm. Nyilván egy, egy valójában írással foglalkozó ember is így működik, vagy itt elteszi a rekeszbe, vagy leírja ez tagadhatatlan, lehet, hogy egyszerűen szakmai jártalom. tehát uh -huh. emlékszem, amikor elkezdtem olvasni Fehér a Kossuth Kifli című igen. regényét, tudom, hogy hol olvastam, és, és igen, ott az, azonnal láttam, hogy ezzel, ezzel e, valami, ebből kötelező dolgot, lehet, igen. hogy nem én fogom tudni megcsinálni, de kötelező vagy Móricz uh -huh. Zsigmond még, aki, a, hát egyetlen a magyar szép az az csoda, és szerintem a kortárs is, úgyhogy sajnálom, hogy arról szinte már Ö, nem is tudunk beszélni. De, de most még tudunk. Most már mindenbe csak belekapunk. Igen, Annyi történetet Igen. kaptam. Tehát, jó, de akkor figyelj, hogyha erre az asztalra most a hammasunk mellé, amit nem fogok rányúlni tőled, Igen. de ide tenném még kortárst, aki számodra nagyon fontos, akkor ki, ki, kerülne ide az asztalra? Fú, hát nem nagyon látnánk egymást nyilván. Kevesebbet olvasok. Ett, ettől, hogy a színház és célirányosnak kell lennem, de hát nyilván lenne Spiro, Egyértelmű. Ez, ez, igen, ez szerintem is egyértelmű, de ha vissza... Ja, most kortásokról beszélünk, most, most nem, nem mixát Krúdi és uh, Füst Milán irányába kanyarodunk. Okay. Morric, akik uh, akiket szintén folyamatosan újra kéne olvasni, lenne Gerlóci, lenne... Uh, most gyorsan most választanunk, lenne. Nehéz, Igen, a virágzabálókat szeretném elolvasni, még az, az, az nyári, nyári olvasmány. Darvas, lenne uh, Krušovszky, lenne, Na, nem tudom, mert ilyenkor ilyen bűntudatom van, mert itt egy olyan... Annyi minden. A, igen, igen, igen. igen.